Levélkét, amiben felszólítanak, hogy a arcod a fejeddel baj nincs, de a testeddel nagyon nagy problémák van. Éva és Timi. Ez sok jó, egy test. Hát ez sajnos, várjál, mennyi, 15? Ez az erős emberek kategóriában ilyen 2 éves k***nak felel meg. Várjál, a cím ennyi? Ez ennyi mi volt? Neked ilyet pont 30 volt. Laci, Laci a 32. Nincs század egész. Na most ez egy olyan dolog, hogy kifeszíted magadat, igen, és ezt befele, igen, megpróbálod húzni. Ez kérlek szépen, ez egy csodálatos. Jézus, mert tele van súlyzóval is. De várj, mennyi lesz még benne, engedj csak le egy kicsit. Ez 35 kiló. Ez neked kevés. Egyet már húztál? Egyet már húztál? De várj, most 70. Most figyelj. Nem fog szétesni? Nem, ez bírja. Na, hú, tessék, húzzad. Nem. Úristen! Ugye? Laci, ez 80! 80, mert láttam, hogy könnyedén úsztam az egészet. A műsor végén meg most neked, Laci. Na most csak annyi kérdésem van, hogy hol érezted a izommozgást, hát, biceps, könnyé, hol, melyik részen? Hát itt éreztem egy baromi nagy ellenállást. Hát ez már kicsit egyesebb lenne, amin el kell gyűjtőkörözni. Itt éreztem, és hát a kezem sem bírja fogni, szóval. Hát azon nem csinálkozom, Babikán. Te egy palacsintából nem tudnál a lekvárt kiszorítani. Amíg ide ráülsz, igen, ezt a kezet húzba leengeded. És te most mit csinálsz? Ebben ne tedd már bele! Laci, ne! Úgy! Egy! Ez ferde, ez tökre, ilyen hullámok vannak benne. Így van, hát ez direkt azért. De miért nem lehet rendes súlyzókat? Most is ennyi, légy szíves a Timinek és az Évának, Győrbe. Na most ez a hullám itt középen azért van befele, hogyha annyira fáradt, akkor foggal át tudsz harapni ide. De várjál, Laci! De segíts csak addig. Tökre nincs balanszban a dolog. De az úgy van. Csak igen? Te van, neked a kezed nagyon satnya. Kettős volt. Ez 3 volt, te hülye. Most mit csinálsz? Ne segítek már, Maros, menj innen, hülye. Ellen tartok egy kicsit tunerányt. De ne! Kéred a fogadat. De nagyon ügyesen. Ahhoz képest, hogy először csinálod, nagyon jó. Igaz, hogy nem érsz vele semmit el, de... Egy kicsit sem is van. Majd dagadnak az erejét. 43-ig felment a nyaka, tessék. Most miért, mert ez bicepszre megy. Bedurrant a bicepsz. Igen. Érzem, hogy bedurrant. Figyeld. Új. Figyeld. Új. 35. Ezt húzd magadhoz. Igen. És akkor csináld úgy. Igen. Hogy a gerinc, a hátad egyenesen maradjon, és egyenes. Csak a kezed megy előre-hátra. Csak a tested, de ne kísérd. Test, úgy van, úgy, nagyon jó. Nagyon. Most várjál, Gabikám, várjál, mert neked... Várjál, meg kell igazítani, várjál. Várjál, mert rábozd. Ez 50 kiló, csak mondom, Évi, Timi, utállak benneteket, de semmi gond. Nincs gond. Semmi, 100. Jézus Mária! Ez borzasztó erőben van. Nagyon erős ez. Te ne foglalkozzunk vele, már ez a még 4 óráig csináljuk. Bosszú, micsoda? Ne csináld, 100 kilót csak úgy emelgetsz. Ezt kivágassuk, ez túl jó sikerült. Ezt kivágjuk. Megmérem, mert most nagyon bedurranhatott. Ez nagyon. A hátamat mérd meg, hogy milyen delta lett. A hátam, tessék, 85 lett a hátam. 85-ös. 85-ös. Laci, mennyi? Csak azért, mert oda akarok. Az enyém csak 70 valamennyi. 103 lett a háta, tessék. 103. Tessék. Hú, egy gyakorlat alatt. Laci, és nem kell valami táplálék kiegészítés most nekem? Vagy... Kérlek szépen, nagyon ajánlom a 3 kiló bélszín, tejszínes gombával, és egy kicsit libamája megtisztel, vagy ne csúszol le a lába széltől a tányéról, és ezt lefújtott 25 francia krémessel, és kérlek szépen, ezt magadra hajtod. Jövő héten ezt egészen leül. Rátos a kezed. Végre ülhet. Kéz húzba az alkart, próbáld rátenni, így megfog, és ezt így magad felé ráhajlítani. Hát nem, mert állok rajta volna. Ja, ez ilyen? Hogy nem. Persze, Gabikat. Várjál, egy kis szünetet kell tartani gyakorlat közben. Így. Most mehet. Te azért hoztad a Lacit, hogy dugdossal. Persze. Most lesz 200 kiló. Várjál, nem te menj előre. Ez nagyon erős. Ez nagyon erős, hát felemelte magát. Hát de nem lehet, a gyerekek nézni meg. Főhozom egyen és három negyedes csőre, egy teljes magyar bikazar butalzatot hajt. Igaz, hogy a hungari. Na, hát ez országi más növel. Megmutatnád neki, hogy mit kell ezzel csinálni csak egy pillanatra itt? De tényleg azért szeretném tudni, hogy... Hát amit beállítottál neki? Hát én megmondom őszintén, én nem igazaldi bocsinál. Jó. Igen, tested egyenes, nem mozog, csak a kezet nyújtod le. Nem, na, na, Gabika. Hát mit? Nem biciklipumpa.
kérlek szépen, ezt megfogod így, igen? És így. Így. Én itt a zsarjúra felé. Lefele. Még beszélgetni is tud közben. Hát hogy ne tudnál? Ne! Igazi tugrajt, mert el volt csúszva a dugó. Ne te emelkedjél fel, de részült be, hanem most tud. Gabi, mondtam, hogy így. Megállsz, így. Parancsolj. Nem izzadsz még? Hát de hogy hülye vagy. Jó van, akkor jó van. Oxigén kell egy kicsit. Oxigén. Tovább nem megy. Oxigén Gabikának, oxigén. Jó. Jó van. Elég. Na, kérlek szépen. Jó. Hát ez az milyen éppen mutatom. Ez jó. Gabikám, ezt neked most már ekkora fizikummal kell csinálni. Na jó, nem jutott hozzá. Opa, látom, hogy megsíteni, ez az emélyen borosz. Te jó vagy. Jaj. Na, hát le a kala, nem tudok már. Hagyjuk abba, megrokkan az ember. Hát Gabikám, nem, gondolom nem igény. Na, ez 30 az jó. Az jó. Gratulálunk. Köszönjük szépen, Évi és Timi. Remélem, hogy megvagytok elégedve. Laci, köszönöm szépen. Ne arra gondolom, hogy bicepszire mi hagytalak. Nem baj, de örülök, hogy segíthettem. Igen, nagyon utállak. Tisztelek. Én is tettem valamit az olimpiáért. Köszönöm. Őszintén. A barátom. És köszönjük Fekete Lacinak természetesen a lelki támogatást, és hát főleg a szakértelmét.